Nézzük meg egy olyan épületet, annak a padlóját, aminek van egy pincéje. Itt a terep, ez a földszintünk, ez a pincénk, ez legyen most a padlástér. Hogy ez a rétegrend, illetve ez a rétegrend hogy kellene, hogy kinézzen. Tehát legyen ez az R1, legyen ez az R2, tehát olyan rétegrendek, amik egy födémen vannak, legyen ez egy födém, és egy itt talajon fekvő padló pince szint esetén. Tehát nézzük meg ezeket a rétegrendeket. Tehát egy födém szerkezetre mit kell, hogy elhelyezzünk. Ez egy vasbeton födém mondjuk, legyen körülbelül 20 centi. Erre kell valamekkora úsztató réteget elhelyezni, ami gyakorlatilag egy hőszigetelés, de nem igazán hőszigetelési funkcióban, azért, hogy ezekből különféle csöveket elvezethessünk, és aztán erre kell egy olyan polietilén fólia, ami általában 0,4 mm vastag, és erre kerül valamiféle betonréteg, ami aztán a burkolati ajzatként fog funkcionálni. Erre aztán ragaszthatunk különféle kerámia lapokat, szőnyeget tehetünk, bármit tehetünk, rakhatunk rá kentszigetelést, és utána a burkolatot. Lényeg az, hogy ez a burkolat, ez az ajzata, ez az úsztató réteg, ami nem túl vastag, általában csak 4 centi, itt a beton mondjuk legyen 5, burkolat meg 1 összesen, 8 milli és 2 milli. Tehát lényeg az, hogy a födémre egy ilyen rétegrendet elhelyezhetünk. Mondom, ez a réteg ez nem feltétlen hőszigetelésként, hanem a csövek elhelyezéseként kap helyet, hogy ott tudjanak mindenfelé haladni. Viszont a hőszigetelés még hiányzik, és ezt tipikusan ide alulra szokták elhelyezni, a födém aljára rögzítve, dűbelezve. Tehát itt több dűvel van, tartja a mennyezeti hőszigetelést, ugye itt alul a pincetér kapott helyet, vagy kap helyet, ugye ez a földszinti terünk itt fent, földszinti padlóvonallal, általában ez szokott lenni a plusz-minusz 0-0 szint, és akkor itt már csak azon a dűbelezés után, hogy kapjon egy hálózást, glettet, vékony vakolatot, festést, színezést, és így tovább, tehát itt magyarul ennek a befejező munkálatai zajlanak. Ezt sokszor el is hagyják, hogyha itt a pincetér nem annyira lakott, vagy nem annyira használt, de minden esetre valamiféle bevonatot azért csak érdemes, mert a légzárás is javulhat. Nézzük meg most a másik rétegrendet, az R2-t. Ugye ez volt az előbbi, volt az R1. Akkor ide rá is írhatjuk, hogy R1 rétegrend. És most nézzük meg az R2 talajon fekvő padlót. Ugye ha ez egy fűtött pince, akkor a hőszigetelésre is komolyabban kell foglalkozni, de az előbbi példából ugye a rétegrendből adódóan, itt a mennyezeti hőszigetelésből adódóan véhető, ez egy nem fűtött pince, tehát itt azért egyszerűbben eljárhatunk. Tehát először is lesz valamilyen homokos kavics feltöltés, amire dolgozunk, az egy ilyen 10-15 centis réteg, utána erre elhelyezünk egy ajzott betont, ami általában 5 centi, vagy 6, és akkor arra teszünk egy kellősítést, amire aztán a vízszigetelésünket egy vagy két rétegben elhelyezzük, hiszen az alulról támadó víztől azért védeni kell ezt a padló rétegrendet. Erre teszünk, ha akarunk, hőszigetelést, mert ugye lehet, hogy azért egy minimális hőszigetelésben itt is kell, vagy lehet gondolkozni. Itt mindenki eldönti, hogy mi fér bele neki belmagasságilag, vagy pénztárcailag, vagy hőtechnikailag, mert lehet, hogy később esetleg mégis belakjuk ezt a pincét. Erre aztán kell egy technológiai szigetelés, egy polietilénfólia, és erre kerül az a beton, az a betonréteg, amire aztán a burkolatunkat tesszük. Most ugye ezeket a burkolatokat lehet, hogy itt már nem is csinálják meg, hiszen jó lesz a nyersbeton a pincébe, lehet, hogy egyszerűbb szerkezeteket alkalmaznak, meg lehet, hogy a hőszigetelés sem készül el, az biztos, hogy a vízszigetelés meg kell védeni, tehát ha másért nem, azért tegyünk rá valamilyen betont, hogy mechanikailag védve legyen a vízszigetelés, mert ha az megsérül, akkor probléma lehet. Mondom, minimális hőszigetelést érdemes tenni, vagy azt mondom, hogy most nem teszek, és majd a betont feltörve később több hőszigetelést rakok, ha mégis beépítem a pincét. Tehát ez lehet egy olyan rétegrend, ez akkor az R2 volt, tehát a példában visszatérve, ami az épületnek a pincetéri padlóját mutatja be. Itt egyszerűen a vízszigetelés a fontos rész, aminek legyen egy stabil ajzata, hőszigetelés az vagy van, vagy nincs, és a burkolatnak is van egy ajzata. Ha elhagyjuk ezt a burkolatot, azt is lehet, mert járhatunk a betonon is, ami aztán persze hamar felporlik, meg töredezik, tehát mégiscsak jobb a burkolat, de ha ez egy egyszerű pince, akkor nem biztos, hogy erre akar költeni az ember, úgyhogy ez egy több verziót tartalmazó rétegrend. Tehát itt most még egyszer visszatérve, egy pince és földszint közötti födém rétegrendje volt, és a talajon fekvő padló rétegrendje volt megadva, megmutatva.